Sziasztok, ez itt a... Sziasztok! Ezzel játszunk. Mi van ide írva? Olvasd fel. USCM Recruitment Program. Igen, tehát én a Alien világába vagyok a Recruitment Program tagja. Ez egy... És alien... ezt is olvasd fel, légy szíves. Colonial Marines. Búúúú! Ez Alien Colonial Marines-os hoodie, ezt még annak idején, amikor a játékot teszteltük, hú, 1000 éve még, meg már nem, teljesen máshol is voltunk az életben is, meg mindenhol is, akkor kaptuk. Ezt viszont nem kaptad, ezt vetted, gondolom. Én is akkor kaptam akkor ezt. Kaptad, igen, ja. Ez volt a leosztás, hogy én tesztelem, ennyi a munka, úgyhogy én kapok egy polót, te meg kaptál egy hoodie-t. Annak más az oka, hogy én aha, igen, kaptam. Igen. De nagyon menő, mert a sötétben világít. Az őrületes bringakép szinte teljesen kormányozhatatlan, és a sötétben világít! Viszont most nem a Colonial Marines hála az égnek. Ugye azt már múltkor letudtuk a Romulus kapcsán. Igen, igen, igen. És akkor nem az Alien Isolation-t vettük elő, mert mi van most? A 10 éves születésnapja lesz az Alien Isolation-nek, vagy van is. Ugye attól függ, amikor nézitek a így videót. Van. És mutasd meg, kérlek. És elhoztam, mert nekem megvan lemezesen is. Úgyhogy megmutogatom, hogy hogy nézett ki akkoriban a lemezes kiadás. Ez a Nostromo Edition egyébként, amiben benne volt egy DLC, hogy az igazi... A crew. Igen, a feláldozható egység, vagy mi ez? Feláldozható... Csapat. Igen, a Ellen Ripley-vel lehet menni, úgyhogy van benne, ebben még volt anyag, volt ugye kis könyvecske, mindenféle frankó infókkal, hopp, és itt van a számla is, 2014. október 19. És 10 000 forintba került még akkor az Alien Isolation. Itt van egy ilyen, ami rajta van. Itt is a, ugye hátulján van a szám. Egyébként már fel van használva, szóval úgyse tudnátok felhasználni. Ja, de mindegy. A feláldozható legénység. Na, eszembe jutott, hogy mi a crew magyarul. Na és át is kapcsolok közben, amikor sokkal kisebben látszódunk, ami baj, mert ugye rendkívül jóképűek. Jobb ez így. Jó, mindegy, oké. Okay. Már nem hallak, bocs. Na és hogy még szeretnék mutatni, amit kérem. Hogy egyrészt nagyon hangulatos a játéknak a menüjeg minden, eszméletlen, de tényleg eszméletlen, tehát én tegnap este fenn is találtam PlayStation-on azért, mert meg akartam nézni valamit, amiről most beszélni fogok. Ó, mesélj! Addig én ne kezdjem el? Csak annyit szeretnék mondani, hogy a játékban van egy olyan opció, amit ha jól tudjuk, ez nem biztos, hogy ezt jól tudjuk, de találtunk erre vonatkozóan egy cikket, ezt a PC-s verzióból utólag kivették, hogy... PlayStation-on jelenleg, hogyha bemegyünk oda, hogy beállítások meg játékmenet, akkor ott be tudunk kapcsolni egy olyat, hogy fejmozgásérzékelés és hangérzékelés, hogyha a PlayStation kamera hozzá van kötve a géphez, akkor amikor éppen be vagyunk bújva valahova, akkor elméletileg a kamera leköveti a fejmozgást, és akkor ki tudunk úgy lesni, illetve a mikrofon is van a PlayStation kamerán, ugye, és az pedig veszi a hangunkat, és hogyha hangoskodunk, akkor meghajtja az Alien. Ez annyira király ötlet. Ez nagyon király ötlet. Egy van, amit nem értek, hogy ugye minden most van is itt egy PS kontroller, ugye minden PS kontrolleren, már a PS4-esen is így volt természetesen, meg a PS5-ön is, hogy itt van ugye egy mikrofon. Tehát azt nem értjük, hogy itt van. Most azt nem értjük, hogy miért van az, hogy az opció csak a PlayStation kamerával működik. Tehát ez egy, amit nem értünk, hogy tök jó lenne, hogyha be lehetne mindenkinek kapcsolni ugye a kontrolleres mikrofonnal. Jó, de azért lássuk be, hogy valószínűleg nem otthon ülsz egyedül, játszol és közben jaj, jó, mindegy. Tehát most lett volna poén, hogyha igen. Úgy tudnánk bemutatni nektek, igen. Hogy mit... Na mindegy, de PC-n ez nincsen, és hogy az, amit akartam mondani, hogy lehet, hogy, azt mondom, hogy ezt utólag vették ki, amit nem értünk, hogy miért kell ezt kivenni, mert ez on-off is lehetne, mint PlayStation. Igen, ezért fura, úgyhogy fene de, tudja. De nem tudom, nem tudjuk, ez igaz-e. Na, és ami a nagyon vicces, még... Ja. Hogy ugye én ezt végignyomtam, és... Itt láthatjátok is, hogy ott van az összes is. Ja, és felraktuk a magyarítás persze, tehát alapból nem magyar felirattal jelent meg, de azóta már elkészült hozzá, és benne van az összes DLC fordítása is. Szóval, hogy én nem játszottam ezzel az előrendelői DLC-vel, amit kaptam a lemezes változathoz. Úgyhogy mi lenne, hogyha most nem az alapjátékot néznénk meg, hanem a feláldozható legénységet, vagy az utolsó túlélőt, mert azt pedig megvettem egy pár hete, amikor az Alien Romulus mozikba került, le volt rá az a Steam, és az, egy euróért. Legyen az, hogy minden teljesül, megnézzük az alapjátékot, és most, hogy ezzel megvagyunk,
Szóval akkor elindítom a feláldozott legénységet, mit szólsz? Jó, arról fogalmam sincs, hogy mi. Mert ezt tudom, hogy utolsó Laser Ripley van benne, azt tudom. Ebbe is. Abba is? Igen. Hát akkor mindent tudok. Közepes, közepes, ne vicceljünk. Jó. Szóval fogalmam sincs, hogy mit kell csinálni a feláldozható legénységbe. A Stallone lesz benne, nem? Nem, hanem a, ugyanúgy a Nostromo leszünk. Mi? Hát az izék vannak itt, ezek a... Oda néz. Látom, hogy tudnak a srácok. Az gonosz, az gonosz! Spoiler. Annyira menő a grafika még most is 10 évvel később. Hát meg a, ki ezek a karakterek, tudod, direkt ez a retrós. Na, válasz. Na, lehetünk Ellennel, lehetünk Parkerrel, és lehetünk Dallasszal. Hát szerintem... Jó, persze, legyünk, persze. Nem? Persze, persze. Akkor el, mint elfogadás. El, mint Ellen Ripley. Ripley, you lead it into the primary air shaft. We trap it on the lower deck. Then Ash opens the air. Fú, hát ez az Ash. Nagyon nyugodt a hangja a Dallasnak. Mert még nem tudja, hogy mi történik, nem? Ez nem az még? Na, eredetileg külső nézetes lett volna a játék, de aztán rájöttek, hogy a belső nézetben sokkal parább lehet, és hát így is igazuk is van. A sima játékban egyébként Ellen Ripley lányát alakítjuk. Amanda. Amandát, így van, és a Sevastopol űrállomáson kell boldogulnunk. Hajhaj. Egészséget. Halkabban köhögnék azért a helyedben. De szerintem még nincsen Alien, hát itt szól a zene, meg a rádió, meg minden, itt még azért én nyugodtak. Valamint, hogy lehet, hogy már van, csak még nem tudják, hogy van. Nem, hát mondták, hogy a szellőzőben. Ez kell. De hát biztos, hogy még ez... Hoppá! Na, szép. Kész, végeztünk. Ennyi volt ez a DLC. Figyelj, én azt mondom, hogy egy 5 eurót megér. Hogy alapból van lángszórunk. Na mert a... Az alapjátékban azért nagyon nem az elején lesz lángszórunk, hanem később, és addig csak annyit tudunk csinálni, hogy menekülünk az Alien elől. Úgyhogy ez most meglep, hogy itt egyből van, de hát sose rosszabbat. Azt hittem, hogy átfirkálta az Alien, hogy ne tudjuk a terveket. Igen. Jó, hát most nem tudjuk, merre van a vészkijárat. Na, itt az anya. Ez a Android. Mi? Hát ez a robot. Ez a robot. Nem, a Dallas az nem. Jó, hogy ez a Dallas mondja. Ott írja, jó, jó, jó. Azt hittem, csak úgy ért, hogy nézte a tévébe a Dallast. És végül. Nem! Nem, de most megint egy hétig ez fog a fejembe venni, egy Texas, van, ahol a Dallas játszódik. Ott volt egy ilyen kék valami, nézd meg. Ott egy ilyen baba. Egy ilyen kis kedves. Igen. Jaj, hoppá! Ez nem bánt, ez egy mozgásérzékelő. Megnyomtam a space-t, hogy ugrás, de nem, hanem előjön a mozgásérzékelő. Na, menjünk innen. Nézd meg, a térképen mutatja, hogy hova kell menni. Oda be kell menni. Össze kell szedni valamit. Mi? Ja, az orvosi csomagod? Igen, igen, igen. Aha, itt ott van. Igen. Már belepetézett. Most nem használom a lángszórót, mert... Most nem. Eléggé limitált. Igen, tehát az alapjátékban Amandával kell a jó édesanyánk után kutatni. Szia, este robot van? Nem. So you need to gather equipment en route. Mother isn't really helping the situation, unfortunately. Unfortunately. Jó. Akkor most menjek le. Nem van nagy az az űrhajó egyébként. Sure. Figyelj, most ne essünk abba a hibába, amiben minden egyes régebbi játéknál régebbi. Mentsünk. De ezt nem lehet. Nem lehet. Jó, oké. Egyszer az életben gondoltam, hogy menteni fogunk. Hát azért nem olyan kicsike. Hát úgy látszik, alul nagyobb, mint fönt. Jó, hát induljunk erre. Mit szólsz? És rohadt jól néz ki, nem tudom, láttatok-e, hogy a rácsokon átszűrődő fény. Látod? Aha.
Ami, de amikor jó oldalról nézd, akkor jobban látszik. Honnan? Ott most. Ja, látom. Ott ilyen kis csú-csú-csú-csú kis csíkok. Tudok, hogy ez ki. Ez már ő? Hát de aranyos! Ott húzza a kis harkincáját. El kéne bújnod. De itt van balra, miért? De vissza fog jönni az a kar. Persze. Várj, éppen lehetett világítani. Hát lehet is. Köszönöm. Valamint, ha bent tartasz, nem tudom, PC-n úgy van, de hogy konzolon bent tartasz, akkor kijön egy ilyen tárcsán, hogy milyen tárgy egy igen, azt próbáltam én is, és emlékszem, hogy volt ilyen. Invertory, I, vagy tab. Világítok ezzel. Mondjuk az nem rossz ötlet. Most már megint izgulok. Tudod, mi lesz? Megint füst. Ránk jön. Lelángszórózom, és aztán meg... De egy biztonság vagyunk ezekben, nem? Ezekben igen. Aztán meg el fog fogyni a lángszórónk. Ez ki? Hát ez a Greg Lambert. Ja. Jaj! Már annyira izgulok, hogy össze-vissza nyomkodok mindent. Nyomd meg a gombot. Jaj. Jézus. Kézzed az ő szemszögéből, bőn a lipri. Aztán ő aztán lefekszik. Ugye tudta, hogy most elkap. Jaj, jó nem. Jó, és most ennyi volt? Hát most bízom benne, hogy ebben a... Lángszúrű zemanyag! Meg ott egy ilyen Commodore 64 joystick. Nézd. Azt nem hinném, hogy föl lehet lenni. De azt gondolod, nem. Akkor széttört üzenet. Ne. Az itt egy iPhone, nézze meg, az olyan, mint az iPhone-on a számológép. Számológép app, igen, tök úgy néz ki. Igen, szerintem onnan vették, nem pedig így néztek ki régen a számológépek, és az iPhone vette onnan. Ostobaságokat beszélsz, menjünk innen. Na nézzük meg, mit kell csinálni. Hát a másik helyen is lezárni. De, de azt tudod, merre van így fejből? Aha. Túloldalon. Jaj, az messze van. Hát ez az! Jön az alien. Most megy. Kijövök. Bemegyek. Bemegyek. Kijövök. Most az a kérdés, hogy visszafordul-e. Hogy került oda egy pillanat? Ajaj. Hát ő ugye megy a szellőzőkben is. Ja tényleg, igen. Mármint a fönti szellőzőkben. Igen. Egyébként ez is mutatja, hogy merre kell menni. Ja, tényleg. Uha. Uha. Nem menj föl. Hát tudom, csak gondoltam, elbújok előle. Örülnék egy szekrénynek, mert valamiért úgy érzem, hogy ide fog jönni hozzám. Föl tudsz enni valamit? Ja, nem, rádiót tudsz indítani hangeltelésnek. Nem akarod? Nem kapcsolod be és elszalad? Ne, bejön! Nem jött be, csak elment az ajtó előtt. Mit csinálsz? Úristen, megőrült? Jézusom! Ez rohadt már az, hogy most pont nem nézett előre. Arra kell mennem? Jobbra, jobbra. Amióta ezt a játékot játszottam, mindig, amikor ilyen szellőző nyílást látok, akkor belenézek. Close it down. This plan is crazy. It's the only plan we've got, Parker. If you've got a better one, I'd like to hear it. Hú. Na, landolók, karom, öble, fém, hulladék, imádom. Napszemüleges koponya, imádom. Szóval én nagyon szerettem ezt a játékot. Uhú. Hey!
Hú. Most honnan lesz mentés? Remélem onnan, amikor a Parkernél voltunk. Ennyi volt mára. Hát de mi? Az Alien Isolation. Mert ugye ebben a játékban ezeknél a mentőpontoknál lehet menteni, miket a Romulus is átment, a Romulus színbe is voltak, aminek annyira örültünk. De itt nem volt egy se. Tehát ez egy kicsit azért ez túlzás. Vagy a DLC-nek ez a lényege, hogy ilyen... Hát ilyen... amúgy lehet. Jó, mondjuk elég, valljuk be, elég balfasz módon haltam meg. Mondjuk lehet, hogy a lángszóró adás, meg minden is azt mutatja, hogy itt most azért van esélyünk ugye védekezni. Ja, hogy menjek és ne foglalkozzak hát, nem, nem is így értem feltétlenül, csak hogy azt mondom, hogy alapvetően, hogy azért kapunk tucokat már az elején. Lehet, hogy direkt azért van, hogy... Mi van bajom? Akarodsz? Másodt felszöges út. Én azt hittem, hogy tényleg itt elmenti azért. Én is azt hittem. Azért mondtam, hogy szerintem itt lesz. Fém hulladékot akarok. Köszönöm. Meg a sört, a sört. Hoppá. Jó, hogy mind üres. Aha. Hát akkor ezért, mert hogy ez valami különlegesebb. Na most. Jó, tehát akkor itt tartottunk. Igen, és akkor egyenesen. Egyenesen, vissza onnan a létráig, és ott át. Igen, ha nem mész át az előzőn. Menjek? Hát levághatod ott persze. Akkor itt. Itt vágom le. Ja, igaz. Balra, vagy jobbra, és rögtön balra. És balra. Hopp. Ja, de itt voltunk. Vagy nem itt volt? Nem, mert ott volt egy rádió. Most merre? Ez a szerverterem, már jó helyen vagyunk. Jobbra, jobbra. Itt jobbra. Oda szembe. Ide? Aha. Vagy itt meg kell, vagy már itt is vagyunk, vagy? Nem, nem. Még egyenesen. Hát ez mi? Hogy ott lehet, hogy van valami ilyen, ilyen plusz dolog. Megnézzük. Hol van? Ott. Jó. Jó. Aha, fém hulladék. Csak ezt érezte, jó. Hát ez a fém hulladékért megérte. Jaj, nincs neki lába. Nyílás lezárása. Ez az lángszóró. Jaj, de megijedtem a cseppektől. Mintha láttam volna, ott volt fönt baloldalt. Csak azt hittem, hogy azt megijedtem, látom. Megijedtem most komolyan. Oda néz. A putás anyanyám. Ezt neked illjön. Ó, nagyon jó, itt vagyunk. Nézd föl. Mint a... Úristen, megőrült szegény. Na nézd föl, mintha ott láttam volna. Ott, mint onnan jött. Én elhiszem neked. Ugye a zene is mutatja, hogy közeledik, tudod. Ott van. Lehet, hogy a vízben nem olyan jó a... Ő rosszul lát. Nyílj már ki! Ja. Ezt most nem értettem, hogy ez a fütyüti mi volt a terv. Be akartam tolatni az ajtón, és nem sikerült. Bocsánat mindenkitől. Annyira jól néznek ki ezek a folyosók. Jaj! Na ez most... Na, ittem egy kis kávét, most már menni fog. Tehát. Mondta az Alien. Itt mi történt? Ez az űr? Úgynevezett bug. Aha. Azt az űrt láthattuk. Hát ez nagyon menő volt. Szerintem direkt rakták le. Biztos, hogy jó, és akkor itt lesz most a... Azaz. Jó, és utána ott. Gondolom ott is majd. Hát, ha meglátjuk.
Viszont elmentette automatikusan. Ja, mert ez egy izé hely. Ez megint egy ilyen biztonsági szoba. De hát az előbb ott ültünk együtt és beszélgettünk. Ezek miért szévedtek el? Hogy aztán én életet kockáztatva őket megmentsem. Még mi a terv, hogy miért kell egy embernek itt, ezt itt csinálnia? Olyan, mintha mindenki hát bezárnál. Tudom, hogy oda kell vezetni, tudom, vágom. Ez egy aranykoponya van ott. Ide be tud jönni az alien ebbe a szobába? Be. És be is fog szerintem. Én az ő helyébe bejönnék ide. De az ott a, ott van a Ubisoft játékokból, ott van a gömb. Tudod a... Ubisoft játékok! Ki hívta így a Assassin's Creed-et ever? Hát amióta a szarok, azóta már Ubisoft játékoknak jön. Már most szimulálom a fejlekövetést. Most balra. De ez jobbra van. Ja, fordítva igen. De rendezői, tudod a kamera ja, szempontból mondtam, igen. Hogy balra, jobbra. Itt, ja, és itt nem lehet megnézni a nyomkövetőt. De lehet itt is megnézni. És a mozgáskövetőt. Hát nekem nem engedi. Én most hall minket? Köcsög! Gyere ide kis göcsög! Gyere, most mondd el! Köcsög! Ne csináld, mert ide jön! Mi van, köcsög? Aki bátor, megáll előttem. Aki erős, itt megáll előttem. 260 km utazott a Ripley. Hát nehogy már olyan élénnyeljen, aki nem tud főzni. Jaj. Ja igen, merre kell mennünk, nézzük csak. Oda középre. Most pont rossz felé megyek. Ajaj, akkor menjünk vissza. Hát igen, csak ugye itt lesz majd a öreg alien is. Amúgy fiatal, nemrég született. Köszönöm. Azért vagyok itt, hogy a fekteket. Igen. Ne próbáld. Tedd vagy ne tedd. All right, I got a reading on you now. Hold on a second. I think I got... Yes, it's in there with you. Lambert, speak to me. Vedd föl. Right around there. You're gonna have to be careful. Hát... Szerintem olyan jobbra jön, de... Aha. Most szopasz, hogy itt végig kell menni. Hát pedig, ha én menjél balra. De ezt nem menjél balra először. Itt? Igen, mert... Hát nem, ne már most hol vagy ott balra, ott. Mert most előre úszted el. Hát vagy inkább így. Oké, de most egyenesen menekült. Tehát hát mindegy, van még nálam skúló. Jó. Látod? Mondtam. Go left. Jó. You're nearly there. Te nem mentél balra. Left. Go left. You're doing good. Just keep going. Go right. Jön utánam. Szép. Ha! Jézusom! Szerintem, hogy nem lett volna ez a checkpoint, akkor meghaltunk volna. Szerintem kurva anyvázi volt. Na, mit kell csinálni? Hát, est kell csatlakoztatni. Annyira jól néz ki. Nagyon. És egy 10 éves játék. Igen, és ez, hogy ilyen jól öregedett, tehát, hogy ez... Ugye az még sokat segít, hogy nagyon szűk helyen vagyunk, tehát ugye azt tudjuk, hogy ez mindig egyszerűbb, de nagyon jó tőle. This is Ash, science officer of the Nostromo. Na ez az Ash. This is an official record in the ship's log. Ez egy magnókozatot. A member of the crew was compromised by an unknown... Hát rokonok. Ez igaz. I made the decision to allow him back on board without following established quarantine procedure. És most fog kiderülni az Ash, az nem csak megölni. Hát, köszi! Oda! Ja, oda nem. Nem, de itt volt egy valami, csak nem tudom, hogy hol. Sehol. De itt van. Uh-huh. Jó,
akkor most csak ennyi, hogy zárd be az idegent, a noszon légzsilikliben. De ott nem mutat fölfelé valamit? Nem. Kerüld el az idegent. Hát akkor mi most itt... Na. Üdögélünk, és addig elmesélek egy történetet. Na, kérlek szépen. Képzeld el, hogy mintha megjelent a játék, nem sokkal. Én kipróbáltam úgy, volt valami rendezvény, ahol lehoztak Oculus Riftet, a virtuális valóság szemeket, az akkori... Hát ez az első közön volt szerintem. Ott megy. Láttad? Látom, ott van a parkincel megint. Mi van, kisköcsög? És Oculus Rift-tel próbáltam ki az Alien Isolation-t. Na, úgy még nem. Itt nem tud átjönni, nem? Uh-huh. Még nem. Ja, de most ki tudod nyitni? De most miért hát? De most hát? Hallottam, hogy jön és nyomtam mindenhova! Jaj! Túléltük! Akkor szaladj a jó irányba, jobbra, itt jobbra. Ez az. Hol kell lezárni? Hát kint. Tehát ide kell becsolni, és annak kimenni, és megnyomni a gombot. De... Ez így nem nagyon lesz jó. Hát hogy? Talán, hogyha a kinti helyiségben lángszózod, ők beszalad ilyet téve ide. Talán. Jó, oké. Okay. De nézzük, ez csak így. Egy ötlet. Na, és nagyon durva volt a Oculus Riftben. Azt hiszem, hogy Xbox kontrollerre lehetett irányítani, mert ugye az a baj a legtöbb VR játékkal, hogy ilyen sinem mozog. Igen. Itt meg ugye szabadon mozog azt, tehát így ültem, rajtam volt a izé, és igen. Amerre néztem, teljes mértékben arra fordult a kamera, és amikor elkapott, és belső nézetből látod, de virtuális valóságban, hogy így nagyon kemény van. Igen, és amúgy azt tudod, hogy mit jelentett a filmekben, amikor megjelentek? A filmben, a Romulusban? Mit jelentett, amikor megjelent a mentési telefon ebből a játékból? És mit jelentett? Hát, hogy érted? Volt jelentése is. Azon kívül, hogy egy tök jó dolog játettek a játékból a mentésnek a helyét. Igen. Hát mi? Mit? Elmentek mindig a para helyzetek előtt. Micsoda? Mindig a para helyzetek előtt. Ja. Mekkora, ez jó. Mekkora ötlet lesz. Gyere beljebb. Ez az. Most. Túléljük? Aha, szaladj, igen. Túléltük, szaladj. Nyomd meg. Mit? Hát nincs bent? Nincs. 17-esen van a lángszórónk. Ez az! Itt csinálj zajt! Nem, hát majd ő besétel oda, és akkor meglövöm. De nem fog sose belenni. Én csak az ajtóig megy. De hát odáig mindig el szokott jönni. Igen. Csak az, hogy 17-es lőszerünk maradt. Most ide jön. Ő értem, és segbe fújod. Igen. Kicsit hülye hangzik, de igen. Mondjuk ez... Még ne. Kicsit tovább mehetne. Tadjuszta a jegyzetedet. Igen. Hát nyomtam. Később. Nem baj, mert legalább most már tudjuk, hogy most hogy már lehet tudjuk. Megoldani. Hey. Back street, back. Alright! Nekem amúgy tetszett a Romulus. Nekem is tetszett a Romulus. Jó. Gondoltam, hogy ezt így megbeszélhetjük. Nem váltotta meg a világot. Nem is kell mindig megváltani. Egyébként. Nem, de tök jó hangulata volt meg. Jó volt, inkább volt a spin-off. Tehát igen. Olyan volt, hogy így ilyen story in the alien universe. Igen. Mint a Hobbs és Shaw a Fast and Furious. Úristen, az Alien Romulus a Hobbs and Shaw-hoz hasonlítani. Hát csak az jó volt. Igen, így értettem én is. Lélegzetre tartsad vissza. Én most nyomom mindent. Jobb egérgombot, az S betűt. Menj innen! Lehet, hogy mégis érzékel a mikrofon. Hello, Alien. 260 km utaztak az Alienek.
Nehogy már az a Ripley nyerjen. Aki nem tud főzni. Ki nem tud elbújni. Most egyetek prók ilyen, igen. Mehet. És a mentés... Jaj, nem jó, mert összevisz, igen. Pont akkor mentődik el, hogy még ott van az érje. Akkor kezdheted előre. Ez az autómentések egyik átka, igen. Ugye nem előről, hanem a pályának egy bizonyos hát részében. És még arról nem is beszéltünk, hogy mi van akkor, ugye minden játék bagos, hogy valamilyen szinten, hogy mi van akkor, hogyha beragadsz valóban, és úgy ment, tudod. Nekem már volt ilyen játék. Nekem is. Szeretném ezen a ponton megjegyezni, hogy valahányszor azt mondtam a videóban, hogy gyere ide kis köcsög. Az mindig idézet volt. Tehát remélem, hogy tudjátok, hogy mi idéztem, és nem úgy gondoljátok, hogy én általában így szoktam emberkedni a... Éljenekkel? Éljenekkel, igen. 260 kilométert utaztak a cigányok! Meg vagyunk, visszaadom. Nyomjad! Nem, mert ugye a inverse sincsen beállítva, meg a egérbe, meg a villanycsacsó ugyanazt szoktam, úgyhogy én csak meghalnék. Na ez az, mehetünk is oda a másik izébe. Oda. Most benn van hát... Menj, még közelebb. Ez az, nyomd meg a gombot! Nyomd meg! Na jó, ez most amatőr hiba volt. Bevallom. Nyomod még egyszer? Persze. Na, mondom a minimum igényt. 32 bites Windows 7. Uh-huh. Azért az sem mai darab. Intel Core 2 Duo. E8500, 4 giga RAM, 35 GB szabad hely. Hát azért az jó sok volt. Akkoriban egyszerűen sokat foglalt a játék. És igen. 1 GB-os DirectX 11 videókártya, ami GT 430 vagy AMD Radeon HD 5550 minimum. Szikinek még mindig az van, nem? És mi az ajánlott? 64 bites Windows 7. AMD processzor az aján. Ja nem, AMD-ből a X4-955, vagy Core 2 Quad. Quad. Q9650, 8 GB RAM, ugyanúgy 35 GB szabad hely, és 2 GB-os videókártya, ami minimum a GTX 660, vagy Radeon R9200. Hát azért ez szép. És akkor már így nézett ki amúgy. Tehát, hogy ja, csak ezt kellett volna megnyomnom? Igen. Hopp, de valami nem stimmel. Ez a sztori része volt most. Gondolod? Aha. Szép volt. Hát? Én azt hittem, hogy abban a nagyon pici szobába kell. Ja, nem, azt én tudtam, hogy ebbe. Aha, most derül ki, ahogy ugye a egyes. Aha, gyanús vagy nekem ez. Bring back Lifeform. Priority one. All other priorities rescinded. Most van szintezés. You can't. You still don't understand what you're dealing with, do you? Perfect organism. Most végeztünk? Ez lehet, hogy csak ennyi volt? Én el tudom képzelni. Ennyi volt, igen. Na, akkor viszont én amondó vagyok. Hogy nézzük meg a másik DLC-t. Így van. A feldolgozható legénység magyarul akkor azt a részét jelentette a filmnek, amikor kiderül, hogy az S az gyakorlatilag feláldozza a legénységet bármikor azért, hogy befogja az Alien. Na és ugye, ez pedig... Ugye milyen jó, hogy megvettem most? 1 euró érte. Mikor kijött a Romulus? Ez a Mother. Na mondjad, anya, mit kell csinálni? Mother Core ott van. Lehetséges megoldások. We're gonna blow up the ship. We'll take our chances in the shuttle. Akkor ez a későbbi, ez meg a későbbi pontot hát, mutat be. Az utolsó túlélőből. Ne okoskodj. Parker, I powered up the shuttle. Have you got those coolant tanks ready? We're done it. You wanna give us a hand down here? Na menjünk. Ja jó, csak úgy elámultam, na. Most így legalább, ugye már ismerjük a Nostromo. Nostromo-t mint a tenyeremet. Tessék? Mint a tenyeremet, értem két porszívó.
vegyületet fölvettük. Ide nem is akarok bemenni. Van nálunk lángszóró. 40-nel. Nem baj, nem baj. Hopp. Ja, azt hittem le kell menni. Ja, azt hittem az lángszóró tudsz. Na igen, tehát összekadtam őket most. Jaj ne, ezt tudom meg, ez nagyon előttem van, amikor a csaj orcsod és sikít majd a végén. Előbb egy kis vasszemetet vegyük fel. Ugye ott nem tudott lőni a Lambert, vagy a... Nem a Lambert, hanem a Parker nem tudott lőni, mert a Lambert ugye ott földbe gyökezett a lába. Bevágjam ezt ide, ezt a ilyen? Ne, mert a YouTube majd kitalálja, hogy... Az is fém szemét. 50 forint. Visszaváltási díj, amit ki kell ugyan fizetnünk, amikor megvesszük az üdítőt. És alumínium szemét. Zárva? Hát mi ez, kis bolt? A repon zárva van. Lambert? Lambert! Ez szerinted a Sigourney Weavernek a hangja amúgy? Nagyon hasonlít. Mert nagyon hasonlít. Ugye? Én is ezen gondolkodtam. Hát meg kell csinálni a szinkronos verziót ebből. Nem tudom, ki lehet csinálni a hangfájlokat. Oh God. No. Ez a lámp, ez a... Parker. Ez nem a Parker. Hát a Parker fekete. Vagy az ő. Ez milyen szín? Ja, jó. Nem, a pillanatra olyan nem tűnt feketének. Ő a Lambert akkor? Nem? Igen. De nézzük meg az arcát! Aha, ő az, igen. Jó, azért nem kell meg, normális vagy? Hát komolyan mondom. Jó, és akkor most az a feladat, hogy... Nem, kimenjünk, csak most jönni fog a... Az alien is. Na mi van? 260 km utott a Lambert. Ez az. Nem lehet fölvenni. Mit kell csinálni amúgy? Hát figyelj, most én azt nem tudom, csak megyek az árral, mert erre mutatja. Ja, nem erre mutatja. Föl kell menni. Nem. Akkor szól rá. El kellett menni a Parker hullájához, az jó volt. Jajjaj. Tehet rak bújni valahol? Nem, mi? Ott van valami az asztalon, majd vedd föl. Jó. Ott jön. De betesz menni, jobbra. Hátad mögött. Hátad. Tudom, csak hogy azt néztem, hogy jön. Jó. Mert innen meg sem mozdulj, meg sem mozdulj. Nem tudok rá lángszórózni, ugyebár az a baj. Nyomom én a jobb gombot is, jobba tartom, meg az S betűt is. Most jó is. Ez az. Egyébként az alapjátékban lehet a rejtőzködés közben is nézni a izét. 100%. Na ez jó, itt van valami az asztalon. Nem ez kell nekünk? Nem. Akkor ez kell. Control Shift Delete. Ez fura nekem. Jó, nem szóltam. Hoppá. Kis busz. Kis terautó. Keep it together.
Ott. Szép. A macska rúgja meg! Csak elővenném a lángszórót. Lángszóróz! Ott van. Jó, jók vagyunk. Keresed veszel a dudó, mint egy FIFA meccs alatt. Menj be! Na az nem jó, mert nekünk is oda be kell menni, nem? Ne menj be! Ja. Ne gyere ide! Mixed instructions, nem tudok megfelelni. Come on, Ripley. Kussaj! És ezért buknak nem elő magában. Ripley a neve az Aliennek. Neki is! Szurkol neki? De miért? Nem, azt hogy gyere ide, mondta, hogy come on. Ez az, kerüljük meg a helységet. Ez az, most jók vagyunk. Ott van, látom. Hoppá. Maradj. De jobbról jön. Ez az, sprintelj be! És mit csinál? Fölveszem! Hallod, ha emiatt meghalunk? Oh, szinte káromkodtam volna. Na. Hú, mi jó messze van. De várjál, most úgy látom, hogy innen nem... De tudunk. Ja, itt. Jobbra. Igen. Jobbra és balra. Jobbra, balra, igen. Már be a... Az anyád! Hú, ez micsoda aljas húzás volt, tudták, hogy erre fogunk jönni. Erre ez kell menni. Balra szem. De szétnézek, csak hogy mik vannak még. Jó. Jó, szerintem ez már több mint szétnézés, menjünk vissza. Az a baj, hogy elég kevés... So close, még közelebb. Nagy térkép. Jók vagyunk. Akkor itt balra. Na, szóval hogy ennyi lángszóló anyaggal ezt nem fogom lehozni. És most már nézzük meg, én azt mondom a inventoryt, mert itt játékmenet, irányítási séma. Ez nagyon jó. Hát akkor... Eszkép. Igen. Billencset kiosztás, harmadik felül segítek, mert én régen én is PC-s voltam, úgyhogy értek valamit hozzá. Na, radiális menü, az lesz az, azt nem? Azt hittem, ez egy radikális. Radikális menü. Q. Belövő puska. Fejlámpa, F. De milyen módon? Nem módosítunk semmit. F. Nem, Q. Olvasi csomag nulla. Ez szép volt. Jó, és F. Az meg nincs. Na, akkor ezt... Come on, Ripley. Na. Jó, egyenesen. Itt egyenesen, és itt a végén jobbra. Illetve jobbra, igen, jobbra. Jó. Itt jön mögötted. Jó, menj, fuss el. Fuss be. Mehetünk is be, ez az. Igen, és balra. Nincs lángszóró. Nem is kell. Vedd a fáklyát a kezedbe, azt a hozzávágod is jó. Vedd a fáklyát a kezedbe. És kiálts, hogy Alien. Gyere be. Ide gyere be, ha tudsz. És sietnék a helyedbe. Le fog merülni a fáklya. De ez miért
Miért jó, ha itt van a fákja? Hát mert attól fél. Gondolod? Szerintem igen. Adj neki. Rám forít, ahogy mondaná az angol. Szerintem nem fél a fákjától. A fákja az arra jó, hogy elvonja a figyelmét. Nagyon félek a fákjától. Jaj, ne, fákja! Fegeslek! Hát abból kiindulva az előbb az összes lángszót el kellett használni bent, ugye most legalább van 30. Hát mert sprinteltem az a szoba egyik végéből a másikba. Azt tudom, csak azt mondom, hogy ha most rögtön elmenjünk balra, igen? Akkor valójában több lángszórónk van, az előbb, amikor elmentünk lángszóróért, mert ugye legalább most sem van 33. Teljesen igazad van egyébként. Na hát, mondom. Itt balra. Itt haltunk meg az előbb. Speedrun. Nem kell speedrun, de jók vagyunk így húzva. Hát mármint ugye ebbe ez a speedrun. Ja, igen, igen, igen. Itt innen jöttünk mindig, tudod. De nem mentünk túl? Nem, jó. Igen, eddig ez mindig zárva volt, tudod, erre jöttél, mindig rossz irányba. Ja! Ez nem jó, most bejön, de mit kell megnyomnom? Nézzük meg a térképen. Mondta a másik szárny. Ja várj, ez lesz az. Mehet, mehet, összeset le kell nyomni, nem? Meg vagyunk. Mehetünk le. Igen. Hova le? Ja, de nem úgy értettem, hogy ez az idő. Tehát összeset nyomja meg, ami nem világít. Igen, igen. Hát ezt nem lehet részegen véletlenül, tudod. Várj, most lehet, hogy rossz nem, sorrendben lehet csinálni? Nem, szerintem nem. Valamiért eltartja, igen, a kis ujját. Az Júri hölgy. Én most ezt tippelem. Azt mondod. Szódaszifont becsavarja. Repont aktiválva visszaválthatja. A fém hulladékot. Repont. Még nem is láttam élőben. Oké, okay. This is it. Mehet, mehet. Gyorsan. Húha. Narcisztikusan menekülj el. Hát megnézni, merre kell menni a helyedbe. Nem akarom. Jó, hát balra, aztán vége a ismert folyosón. Hát jó, de most már ugye hang van, tehát mindenképp rá kell majd lőnöm. Ott van. Ennyi, és ennyink van. 83. És már jön is. Erre iszom. Hát de, inkább segíts! Akkor segítek instrukciókkal, indulj! Itt mi van valami? Ja, ez a rádió. Pff, jó, de most már ez neki... Nem... De ez neki rosszabb ez a hang. Mert ugye azt se tudja, ugye nem tudja, hogy merre kell mennie. Danger. Veszély. Veszély. Fú, itt tudta, hogy a füstbe elő fog jönni. Jó, itt egyenesen. Egyenesen, ugye? Igen, a halálfolyosón, igen. Jó. Most már elfelejtettem. Oda, oda. Jézusom, már azt hittem, hogy látom. Hallod, én is azt hittem. Jön valahol! Szerintem most meglepően ügyes voltam, rossz irányba csak hátad, igen, csak fordulj meg.
meglepően ügyes. Én itt hallom. Nem haltál meg, csak mondom. Mehetsz. Lucky, Lucky. You. Jó, meg a... Egyenes és jobbra, viszont nincs több bizénk. Igen, jó, hát ennyi, nyíl egyenesen, ennyi. Ha szembe jön, akkor... Akkor annyi, ez a... Ilyenkor a játékok istenében vagyunk. Jók vagyunk. A létrán tudod lesz checkpoint. Ha elérjük. Szép. Jó, akkor balra. Arra. Danger. Mennyi? Miért sötét ez a helység? De kellett jönni? És jobbra le. Final report of the commercial starship. A film vége. Fú! Ez tudja, hogy az eredetiből van. The other members of the crew. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas. Amúgy érdekes, hogy belerakták a lángszórót ebbe a két előrendelő DLC-be. Nem lehet, hogyha az a Rayman fokozaton játszunk, hogy miért akkor nincs benne. Például. Nem tudom, de a játékban nagyon-nagyon sokáig föl sem merül neked, hogy lángszóród legyen, tehát mindig csak bújdosni kell. És ugye a filmben is azért inkább bújdosás volt, mint... Szerintem, nézd, ha most lángozunk, Amanda, itt volt egy ilyen, hogy mit, szerintem ez itt nagyon szűk, tehát még a játéknak a normál részhez képest nagyon szűk, ugye a Nostromo. És szerintem lehet, hogy ez olyan lángszóró benne, hogy egyszerűen így lehet elbújni. Ja, mondjuk lehet. Na. Szóval ez volt a két előrendelői DLC, legalábbis ami a Nostromo-ról szólt, és hát itt nem lehetett látni, de a rendes teljes játékban, amikor Amandával vagyunk, akkor például nem csak az Alien jelent ránk veszélyt, hanem az androidok is, úgyhogy arra is oda kell figyelni, nagyon limitált a mindenféle erőforrás, úgyhogy ne nyom rá a folytatásra, akkor mindent elszpoilerezek. Az új játékra nyomok rá. Jó, azt még megnézhetjük. Third officer reporting. Na ez volt most az előpont. The other members of the crew. Ez volt az előpont, ez hangzott el. Kane. Lambert. Szerintem ez eredeti. Parker. Szerintem a Sigourney Weaver, szerintem. Brett. Nagyon úgy haladszik. Ash. Hát vagy a fölmondta újra. And Captain belőle kinézem. Are dead. Ja, az lehet, hogy felmond újra, persze. Amanda, anyád eltűnt. Ripley? Tegyen el a hegesztőt! Menjen után. I'm Samuels. I work for the company. Most mondom, hogy android. Így ránézésed. It's about your mother. Ripley. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. Nem a nevét kérdezte. What did it tell you? We don't know. Hogy miért paraszt? The unit was taken to Sevastopol. Merő ilyen merő. De az nem egyenlő parasztsággal, tehát az Amanda is akkor így tovább dolgozik. Hát de így szokták bevezetni a merő karakterek. Jó, bocsánat. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a permanent freeport. I know what it is. De látod, erről beszélek. Hogy így mondja neki, hogy izé, hogy mi ez, és akkor így elinkább, nyugodjál meg. Én nem iszom, android vagyok. Én ezt megiszom, mert nem vagyok android. Nem, finom. A pocim. Maybe there'll be some closure.
Nem. The end. Á, inkább nem megyek, hegeztek tovább. Nagyon sűt fektetünk arra, hogy, hogy milyen lenne, hogyha lenne egy olyan karakter, aki nem akarja megtalálni a szüleit egy ilyen helyzetben, hiszen a valóságban ez előfordulhat, és elegünk van abból, hogy ilyenkor mindig azt mondják, hogy megkeressük. Jaj, Fehér nemben vagyunk. Amúgy egy haveron kérdez, hogyha lenézünk, akkor látszik a lábunk. Igen. Jó, hát ennyi. Ő csak a papucsot, hogy lerúgta magáról. Hát, de most amúgy felfázik, nem? Hát az a kérdés, hogy fűtötte a padló. Hát az. Hoppá, gól! Ez jobb, mint a FIFA 25. Na jó, mondjuk ez... bejelentkezem a Windowsba. Most, hogyha egy Total Commander virogatnánk, és könyvtárakat, vagy másokatnánk, az is jobb lenne, mint a FIFA 25, vagy FC 25. És itt van az a mentőhely, ami bekerült a Romulusba. Igen, ez a retro telefonszerű, ahol menteni lehet. Igen. Igen. Na. Mentők, jöjjenek hát, a mentők, angol ambulance. Azt gondolom, hogy megmutattuk a játékot eléggé, viszont te akartad elindítani a sztorit is, hogy megnézzük a mozgásérzékelő, de hát az elején kikelve a kapszulából még nincs mozgásérzékelő. Igen, igen, igen. Nem baj, legalább megnézzük az elejét újra. Szóval, hogyha tehetitek, akkor nyomjátok, mert nagyon élvezetes. Meg hát, hogyha bírjátok. Na. Lehet, hogy robot. Igazad volt? Lehet, hogy ő is, lehet, hogy robot. Hogy csak ő a robot, csak én ő, nem? Csak ő robot. Más robotot nem ismerek. Na jó, köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a 10 éves... Ez nem olaj. Ez volt a 10 éves Alien Isolation bemutató videó. Végigjátszottunk két DLC-t, mit akarsz? Nem hosszúak, de igen, megcsináltuk. Igen. Úgyhogy, ha még nem játszottatok vele, mindenképp ajánljuk, mert zseniálisra sikerült. Legyen a közelben valami újraélesztő készülék, mert olyan CD-ROM-ot lehet kapni egy-két. És ne feledjük, hogy minden űrhajón kell legyen egy tolószék a biztonság kedvéért. Sziasztok! Sziasztok! Gyere ide, kis göcsöd! Gyere, most mondd el! Gyere, aki erős, itt megáll előttem! Te erős vagy? Csak kérdezem. Aha, erős. Roli, gyere, ülj le mellé! Rólad kérdeztem. Roli! 7-kor elkezdtem pucolni a marra pöklet. Mi a